Szeretett gyülekezet, kiemelem a 12. fejezet 3. versét a római levélből. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Eddig a kiemelés. Egy író a következőképpen fogalmazott. Sokáig úgy tűnt számomra, hogy az élet mindjárt elkezdődik. Úgy értem a való élet. De mindig volt valami akadály az útban, valami, amin előbb túl kellett jutni. Valami befejezetlen ügy, letöltendő, eltöltendő idő, vagy kifizetendő adóság. Aztán majd elkezdődik az élet persze. Végül azonban ráébredtem, hogy ezek az akadályok voltak az életem. Mondhatjuk, hogy hálás lehet ez az ember. Hálás lehet két szempontból is. Azért, mert egyáltalán rájött erre, hogy az való életre nem várni kell, hanem az itt van, az az élet, amit élek, és azért is hálás lehet, hogy időben rájött erre. Sokaknak egyik sem adatik meg. És leélik az életüket úgy, hogy egész életükbe várták, hogy mikor jön már a jó élet. Az az élet, amit érdemes élni. Mikor lesz már minden adóság végre rendezve, minden akadály félre söpörve, mikor lesz már minden teendő végén ott a pipa, na, hogy majd akkor ezután már lesz erőm, lesz lelkem, lesz szívem élni. És csak jön egy új nap, új megoldandó feladatokkal, új akadályokkal, új adósságokkal, amik nem feltétlenül pénzügyi értelembe vett adósságok, hanem például teljesítetlen fogadalmak, amiket már olyan régóta gördítek magam előtt, vagy elmaradt megbocsátásokkal tartozom esetleg másoknak, elmaradt ölelésekkel tartozom másoknak. Ez lenne hát az élet? Hát ennél még a szobanövénynek is jobb élete van, nem? Mondhatná bárki, hiszen annak semmilyen megoldandó feladattal nem kell foglalkoznia. Nem vár az igazi életre egy szobanövény, rögtön az van neki. Tengeti ugye a kis sejtvezérelt életét, és ha van tápanyag, akkor minden van. Milyen nagy ajándék, ha már rájöhettél a nagy titokra, hogyha már felnyílhatott a szemed arra, a nagy igazságra, hogy az életed az nem majd fog elkezdődni, mármint az igazi életed, hanem az már zajlik. Ez az igazi életed. Mindazzal, ami kitölti, mindazzal, ami foglalkoztat, mindazzal, amiért szeretsz élni, és mindazzal, amiért talán nem szeretsz élni, de ez az igazi életed. Valójában nincs is olyan, hogy igazi, meg nem igazi élet. Olyan van, hogy élet. De sajnos olyan van, hogy valaki nem látja értelmét annak, hogy azt az életet élje, ami éppen neki van. Nem az a kérdés, hogy igazi-e az élet. Hát éppen az a baj, hogy túlon túl is igazi, nem? Túlon túl is igazi az ilyen embernek a szenvedés, túlon túl is igaziak a hiányok, túlon túl is igaziak a fájdalmak. De vajon aki úgy érzi, hogy nem érdemes élnie az életet, azt, ami neki van, vajon az a saját életét éli? Nem másokéhoz képest érzi azt, hogy nem érdemes élni? Ugye másoknak könnyebb, mások szerencsésebbek, ugye? Másoknak csak megszületni volt nehéz, ahogy szokták mondani. Lehet, persze, sok minden vezethet oda, hogy valaki ne akarja élni az életét, akár ez is, hogy egy állandó összehasonlítási kényszerben vagyunk, vagy állandóan nagy elődöket próbálunk, nem tudom, másolni és mintázni a saját életünkben, csak az az ő életük, ez meg az én életem, nem biztos, hogy a kettőnek ugyanaz a feladata. Nem véletlenül forszírozom ezt. Mert vannak olyan hívő emberek is. Olyan hívő emberek is, akik lehet, hogy a lelkük legmélyén szintén ugyanezt érzik. Hogy az az élet, amit ők hívő emberként próbálnak élni, az valójában nem is annyira jó. Nyilván, mivel jó hívő ember, ilyet nem fog megfogalmazni.
Hiszen ilyet nem fogalmazhatok meg, és már is itt egy kényszer, ugye? Már is itt van egy más által elém tett minta, aminek megpróbálok megfelelni. Nem jó ez a keresztény élet, mert túl sok az elvárás, állandóan csak másokra kell gondolni, ugye, hogy hogyan lehetek mások hasznára, és az én szükségemmel kitörődik, ugye? Nagyon-nagyon magasra van téve a mércéje a hívő létnek. Erről majd nem sokára bővebben. És még egyszer mondom, lehet, hogy sok hívő ember nem ismeri ezt így megfogalmazni magában. Pedig ott valahol bent, mélyen ezt érzi. Meggyőződésem, hogy azoknak, akiknek nem jelent örömet a keresztény élet, azoknak is fel kellene tenni, vagy lehet, hogy elsősorban neki kellene feltenni azt a kérdést, hogy valóban a saját életemet élem. Vagy azt az életet élem, amit elvárnak tőlem. Szüleim, egyházam, munkahelyem, szerepeim. Nem gondolom magamnak, magamat többnek, vagy éppen kevesebbnek annál, mint amire képességeim vannak. Pál figyelmeztetése mindnyájunknak szól, még ha nem is egyforma élethelyzetben talál minket. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Egy közösség egészséges működésének az alapfeltétele, ez legyen egy gyülekezet, legyen egy család, az, hogy az egyén tisztában van magával, a saját feladatával, a saját alkalmasságával, és sok egyénből áll össze egy közösség, ne sztereotípiák, ne ellesett, berögzült minták határozzák meg az egyént, hanem felismerések, komoly belső rácsodálkozások, aha élmények, komoly belső harcok árán kivívott felismerések. Mint például az, amire az apostol utal. Ne gondoljam többnek magamat annál, mint amennyinek gondolnom kell. Ne gondoljam magamat többnek annál, mint amennyinek gondolni kell. És meglepett itt ez a fogalmazás, mert nem azt mondja az apostol, ami így nekem elsőre jutna eszembe befejezésképpen, ha meghallom azt a mondatot, hogy ne gondolja magát senki többet annál, mint aki. De nem ezt mondja az apostol, hanem azt mondja, hogy amennyinek gondolni kell. Milyen izgalmas. Itt az van, hogy amennyinek gondolni kell. Ez mintha többet takarna annál, hogy aki vagyok. Amennyi vagyok, amennyire képes vagyok, amennyi elvárható tőlem. Ez szinte már csak egy feladat relációjába tekinthető, nem? Vagy értelmezhető. Egy feladathoz képest mennyire vagyok alkalmas, vagy mennyire vagyok kész, vagy mennyire jól mérem fel a képességemet. És ha belegondolunk, hát egy feladat kapcsán tudja az ember túlbecsülni magát, vagy éppen alábecsülni. Valamire, ami kapcsán föl kell tenni a kérdést, hogy alkalmas vagyok erre. És itt tud elcsúszni az ember. Alkalmasnak gondolom magam, pedig lehet, hogy nem. Vagy alálövöm magam, pedig lehet, hogy alkalmas lennék. És akkor itt érkezünk el az előbb már beharangozott mondathoz, miszerint elég magas a mércé a keresztény életnek. Elég magasra van téve a mércé. A keresztény élet az nem kis feladat, az nem kicsi küldetés. A mai újszövetségi szakaszunkban ezt olvassuk. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők, a szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartóak, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatoshoz tartsátok magatokat. Elég. Elég. Ez túl sok. Ez túl sok, akármelyik keresztény ember, akár te is, akár én is, nyugodtan mondhatnám. Ez sok! Ez valami olyan ide, amit az ember soha nem fog elérni.
erre a küldetésre valóban tisztességes dolog elhívni bárkit is? Hát meghaladja a képességünket, nem? Legyünk őszinték, ki képes erre így élni, és még testvérek, abba hagytam, föl se olvastam az egészet. Hát föl se olvastam az egészet, mert tényleg az ember töpörödik össze. Hogy lehetne ennek megfelelni? Hogyan tehetnénk oda bárki elé is ezt elvárásként, hogy na tessék, keresztény emberként ez a küldetése. Menjél és éljél így a munkahelyeden. Próbáld ki. És az ember már akkora görcsel megy be. Hát ez lehetetlen, ugye? Gondolnánk. Tudjátok, az a szép, hogy aki az igaz életét éli, és nem az állandóan csak várt életére vágyakozik, annak valójában nem is kell elé tenni ezeket kvázi elvárásként, hanem a saját életében szinte automatikusan válik igazsággá mindaz, amit itt Pál felsorol. És nyilván nem egyik napról a másikra. Ahogy formálódik az ember, amit az ige megszentelődésnek nevez. Beszélgettem egyszer valakivel, aki egy nagyon súlyos betegségből épült fel, hogy biztos legyen a dolog, kétszer is felépült ugyanabból a betegségből. De ez a betegség vezette el Krisztushoz. Ahhoz a Krisztushoz, aki nem volt tőle idegen előtte sem, ez az egész Isten kérdés számára nem volt a kukába való kérdés, meg a szégyelni való kérdés, de körülbelül csak olyan szinten foglalkozott ezzel, amit sokan elmondanak, hogy hát valakiben vagy valamiben hiszek. De hogy kiben legyen ez egy erő, legyen az univerzum végtelen ereje, vagy... Tehát ilyen szinten nem volt számára ez az egész az idegen. Volt ennek az embernek konkrétan egy évekig húzódó ügye, amiben egy különösen gonosz ember újra és újra beleszállt, újra és újra ezzel a gonosz emberrel kellett szembenéznie, ráadásul ilyen alá-fölé rendeltségben is voltak, ezért ez azt jelentett, hogy rengeteg fájdalmat, idegességet, stresszt okozott neki. A maga állítása szerint össze is jött a betegség. Az évekig tartó lelki és testi nyomásból, ami megbetegítette, akkor tudott kijönni, amikor képes volt áldást mondani arra, ugye Pál szavaival, aki üldözte őt. Most is végig szalad a hideg a hátamon. Előttem van az arca, hogy ezt mondja. Most már képes vagyok áldást kérni arra, aki megbetegített. Most már képes vagyok áldást kérni arra, aki üldözött, aki majdnem eltörölt erről a föld színéről. Legalábbis ő addig úgy látta, amíg képtelen volt áldást kérni, addig úgy látta, hogy ő az oka annak, ami velem történik. Akitől nem tudott megszabadulni, aki folyamatosan a nyakába lihegett gonoszságával, azáltal soha nem lehetett tudni, hogy mit tesz, vagy éppen mit hazudik róla, igenis képes volt megszabadulni ettől. Egy átlagember ilyenkor mit tesz? Az, aki még nem a saját életét éli. Az ilyenkor tűr, vagy visszarúg, idegeskedik és rámegy, vagy végső esetben olyat csinál, amit a törvény büntet. És mit tesz az, aki már Krisztus gyermeke lett? Aki ezáltal megkapta a legnagyobb ajándékot, hogy értse, az az élet, hogy az ilyen emberek újra és újra szembe jönnek. Az az élet, hogy vannak ilyen emberek. És nem lesz olyan, hogy ilyen emberek ne legyenek. Nem lesz olyan, hogy majd egyszer magától jön a jó élet, amire végre vártam. A hívő ember sem tudja eltüntetni a másikat. Hát bárcsak ez a képességet megkapnánk, nem? Amikor keresztjének leszünk, hogy egy csettintésre eltüntetjük az ilyen embereket az útból. Pedig de jó lenne. De vajon tényleg jó lenne? Jó lenne úgy élni Krisztus követőként, hogy nem fedezem fel magamban az isteni erőt arra, hogy megváltoztassam az életemet? Hogy amit nem tudok változtatni. Mert lehet, hogy csak úgy lehetne változtatni rajta, amit a törvény ugye megbüntet. Szóval, hogy amit nem tudok változtatni, azon mégis úgy változtatok, hogy megváltoztatom azt, ahogyan rá gondolok. Micsoda erő van ebben?
És én hiszem, hogy ezt jelenti végre az igazi életet élni. Ezt jelenti, amit ez a testvérem elmondott, szinte könnyek között, hogy áldást vagyok végre képes kérni arra, aki tönkre akar tenni. Eddig átkot mondtam, eddig harcoltam, eddig felvettem a kesztyűt, ezáltal folyamatosan olyanra voltam kényszerítve, aki nem vagyok. És ez őrli fel az embert, amikor egy olyan életet kell élni, ami nem én vagyok, amire nem vagyok alkalmas, amire én nem is akarok és nem is vágyom. Hogy én visszaüssek, nem én vagyok. Hogy én visszaszóljak, nem én vagyok. Hogy harag legyen bennem, nem én vagyok. Én nem így működök, de mégis olyan sokan csinálják, mert nincs más választásuk, legalábbis azt gondolják. És akkor maximum ez maradt, hogy hát talán kibírom. Remélem kibírom. Hát ha erősebb leszek, hát ha le tudom majd nyomni az engem lenyomót. És ott is vagyunk rögtön Pál apostol figyelmeztetésénél. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell. Testvérek, az emberek többsége, mondjuk ki, képtelen olyan gonoszságra, mint egyesek. És mégis fel akarjuk venni a harcot velük. Hát ők ott nyerni fognak a rutinjukkal, az biztos. Ne gondold ilyen értelemben többnek magad, hogy te majd tudsz így működni, mint ő. Vagy rákényszeríted majd magadat arra, hogy úgy működjél, mint ő. Ha te nem vagy olyan gonosz, mint az, aki téged folyamatosan bánt. Ha te nem vagy olyan erős, hogy megküzdj a gyilkos elvárásokkal, akkor mondj áldást rájuk. Mondj áldást rájuk. Ebből csak egy kiút van. Áldást mondok rá, és ezzel elveszítik hatalmukat felettem. Olyan szép az előbb újraidézett ige folytatása. Hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Józanul gondolkozni. Ez jelenti azt, hogy józanul felmérem magamat. Mennyire vagyok alkalmas, mennyire vagyok készen dolgokra, mennyire az a feladatom, hogy megtegyem ezt vagy azt, józanul gondolkodni. Persze, mi tud ebbe segíteni? Nem az a gond, hogy elvileg ne tudnánk, hogy józanul kéne gondolkodni. Mi segít abba, hogy erre képes legyek? Józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Na és végezetül ezt érdemes egy kicsit megboncolgatni, mert ez így lehet, hogy a magyar nyelv sajátossága miatt, de ez így egy kicsit félre viheti az ember gondolkodását. Tehát józanul gondolkozik az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mit jelent az, hogy az Istentől kapott hit mértéke szerint? Talán ez azt jelenti, hogy ő nem mindenkinek egyformát ad? Ez azt jelenti, hogy ő nem mindenkinek egyforma hitet ad? Van akinek többet, van akinek kevesebbet? És akkor nekem ki kell találnom, hogy én most többet kaptam-e, vagy kevesebben, mielőtt nekiállok annak a vágyott igazi új életnek az élésének? Hát nézzétek, azt én el tudom fogadni, hogy mondjuk pénzből, csokiból, meg lakásméretből ne ugyanannyi járjon. Ezt én el tudom fogadni, de azt nem tudom elfogadni az Istentől, hogy ő ne adná meg mindenkinek, azt a hit mennyiséget, amire neki szüksége lenne. Akkor hogy kell érteni ezt a Pál apostoli gondolatot? Mert ugye innentől akkor már csak egy kis lépés, amit Jézus tanítványai gyönyörűen leképeztek. Amikor ugye kis hitről, meg nagy hitről gondolkoztak, ugye? Foglalkoztunk ezzel mi is Isten tiszteleten, amikor ott tartottunk az evangéliumban, hogy most akkor nem elég nagy a hitünk, növeld a hitünket, ugye kérik a tanítványok. És mit mond erre Jézus, hogyha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj innen oda, akkor az oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Hát ebből kifolyólag is azt gondolom, hogy nem lehet a hit nagysága a kérdés, vagy a mértéke, hogy én most akkor többet kaptam, vagy kevesebbet, mert ez már újra táptalajának, hogy de neki miért van több. És akkor rögtön elkezdem hozzáhasonlítani magam, az megint nem az én életem lesz. Nem a hit nagysága a kérdés tehát, hanem hogy mennyit vagyok hajlandó befogadni abból, amit Isten kínál számomra. Valaki egy nagyon szemléletes képhez hasonlította ezt.
ülünk a vasárnapi ebédnél. Lehet, hogy nem sokára meg is történik néhányunkkal, és mérik a húsleves nekünk. A húsleves mértéke ebben az esetben ugye az evőkanál, vagy pontosabban a merőkanál. Hát nem életszerű az, hogy a különböző családtagoknak különböző űrmértékű kanállal mérjen az édesanya, vagy a drága feleség, vagy éppen aki ezt csinálja. Ugye? Hát ugyanazzal a mértékkel mérnek nekünk, csak akkor válaszoljuk meg azt a nagyon nehéz filozófiai kérdést, hogy akkor miért van az, hogy a családtag egyik tányérjában csak ennyi leves van, a másikban meg annyi? Hát azért, mert van, aki az első kanál után azt mondja, hogy köszönöm, ennyi elég. Mert ennyi a befogadó képessége. A másik meg azt mondja a negyedik után is, hogy csak ennyi. Merjél még, anya, szedjél még, anya. A mérték azonos. Az, hogy én ebből mennyit fogadok be, mennyit vagyok hajlandó elvenni az Istentől, az viszont igenis rajtam múlik. Azt hiszem, testvérek, hogy nem az Isten hitadási szokásaiban van a probléma. Ő adja, mindenkinek adja, bármennyire is van szüksége. Kérdés az, hogy mennyit mersz elfogadni tőle. Erre kérek hitet. Olyan jó, hogy az Isten megért, hogy erre kérek hitet. Ezt majd megpróbálom saját erőből megoldani. Ezt magamra veszem az igédből, Uram. Azt viszont köszönöm, nem kérem, azt majd én intézem. Például, megint csak Pál felsorolásából. A testvér szeretetben szívesen leszek gyengéd. A legnagyobb örömmel. Bármelyik őtöket magamhoz tudnám ölelni. Hát szeretlek titeket. Hogy az üldözőre áldást mondjak, annak nem oda kéne verni inkább. Hát ezt majd intézem én. De jó, hogy ezt nem látjátok, hogy én majd hogy intézem a dolgomat azzal, aki üldöz engem. Szóval ez így nem megy. A hit mértéke mindnyájunknak egyforma. És nincs kis hit, meg nagy hit, de hogy mennyit fogadok el ebből, az rajtam múlik. És ezen múlik az is, hogy mennyit tudok majd ebből én kifejezni, magyarul megmutatni egy-egy élethelyzetben. Testvérem, hiszem, hogy az Isten rád akarja árasztani az ő áldását. Jobban, mint amit te bármikor is el tudtál volna képzelni. Hiszem, testvérem, hogy az az élet, amit élünk, amit te is élsz, az már igazi élet. Hiszem, hogy ez már réges-régen zajlik. Hiszem, hogy nincs olyan, hogy igazi vagy nem igazi élet. Élet van. Akadályokkal, adóságokkal, de igen, győzelmekkel is. Kezd el azt az életet élni, amit tényleg csak Istennel érdemes. Amen.